Már a frissen lerakott gyep szőnyegen játszhattak a szekszárdi Wunderland óvodába járó gyerekek. A pázsit mellett az óvoda szimbólumának számító fából készült játszóvár is megújult, és négy új, a kinti játékok tárolására alkalmas faház került az udvarra. A benti csoportszobákban pedig sófalakat alakítottak ki, hogy a gyerekek egészségesebb levegőben tölthessék itt a napjukat. Az idei esztendőben egy erős 10 millió forintos projektet sikerült megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 10 millió forintos támogatásával, amennyivel egy kicsit meghaladta ez a projekt az idei esztendőbe, azt a szekszárdi német önkormányzat saját erőként kitoldotta. Az óvodát 2016 óta minden évben fejleszti a helyi német nemzetiségi önkormányzat az EMMI pályázatainak segítségével. Korábban már kicserélték a teljes vízvezetékrendszert, szereztek be új bútorokat és játékokat, valamint sportpályát is építettek. Soltész Miklós, az EMMI egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó most azt mondta, a fejlesztéseket azt tette lehetővé, hogy 2010 óta meg sokszorozódott a nemzetiségi önkormányzatok által igénybe vehető támogatások összege. A jövő évi költséget nézve már meg négyszereződik a támogatások összege, és ez igaz arra is, amikor egy-egy önkormányzat, legyen az egy települési, legyen egy megyei, vagy pedig országos, annak a működését támogatjuk, de igaz arra is, arra sok-sok beruházásra, amelyeket elkezdtünk a gyermekek, az ott dolgozó, akár óvodapedagógusok, óvodába járó gyerekek, vagy pedig iskolapedagógusok és iskolások érdekében. A rendezvényen Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti képviselő is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően egyre jobbak a nemzetiségi oktatás feltételei Magyarországon. Most már harmadszor emeljük a nemzetiségi pótlékot. 2020. január 1-től már a négyszerese lesz a három évvel ezelőttinek, illetve el tudtunk indítani évelején egy olyan nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjrendszert, amelyben januárban 84 óvodapedagógus hallgatóval indultunk, most a múlt csütörtök meghirdetett program alapján a következő két hétben 350-400 nemzetiségi óvodapedagógus és a nemzetiségi tanító tanárképzés első év folyamát vonjuk be. Ács Rezső szekszárd polgármester azt mondta, hogy bár a Wunderland óvoda fenntartója 2005 óta már nem az önkormányzat, a város mégsem engedte el az intézmény kezét, és minden fejlesztést támogatnak.